úgyhogy én azt hiszem, hogy na most úgy tűnik akkor, hogy még egy főépület is összedől akkor, hogyha az emberek kimennek a falai közül. Most hát még mi van akkor, hogyha egy zenei szájhagyomány hagynak ott az emberek, akkor arról lehet utána akármilyen csodálatos számítógépes előadásokat tartani, könyvtárni, irodalmat írni róla, de azt már nem lehet még restaurálni sem, mert ezt a templomot még 50 év múlva is gatyába lehet rázni, hogyha egyszer úgy fordulnak a dolgok. De egy zenei hagyományt, amelyik olyan, mint a nyelv, azt nem lehet, az csak addig van, addig létezik, és éppen ezért csak addig érdemes foglalkozni vele, ameddig embereknek a fejében úgy él, mint a beszélt anyanyelvük. Na hát ezért tettem én ezt ide az elejére, mert hát egy ilyen dologról fogunk most beszélni, de nagyon elmondtam. Holott igazság szerint arról kéne beszélni, hogy lehetne ezt újra életre lehelni, illetve megakadályozni a teljes kipusztulását. Mint ahogy az egész nemzet körülbelül ezelőtt a kérdés előtt áll. Na de akkor vágjunk bele, hogyan kezdődött ez a téma? Hát a 60-as években vetődött fel először, hogy számítógéppel, matematikai eszközökkel elemezzenek minden. A dolognak a története nagyon szép, ezért elmondom. Volt egy Havas Miklós nevű ifjú matematikus hallgató, aki nagy zenebolond is volt, zenész volt, és a témavezetője, az szintén zenész volt, Csépfalvai Károly. Ők abba egyeztek meg, hogy az ifjú munkáját abban a témában fogja írni, hogy veszik Kodály 5-fokú zenéjének a dallamait, és írnak egy programot, amely azokat elemzi, kikutatja a benne levő törvényszerűségeket, és hogy jól kutatta ki, azt úgy fogják bizonyítani, hogy a számítógép maga fog írni ezen felismerések alapján vagy új dallamokat. Tehát ez egy mesterséges intelligencia volt a javából. Meg is csinálták, és úgy megtetszett nekik az eredmény, hogy elbátorkodtak vele Kodályhoz, aki még akkor éppen élt. És megmutatták, Kodály pedig azt mondta, hogy jobb, de az enyémek jobbak, mondta, teljesen rugosan, de azt mondja, hogy ezt viszont népzene kutatásra, ezt az egész megközelítésmódot nagyon gyorsan föl kéne használni. És az ő szavait általában tett követte, úgyhogy megalakult az akkori a Zenetudományi Intézet akkori ősében, aminek nem tudom most pontosan mi volt a neve, megalakult egy komoly, nagyon komoly kutatócsoport, a nevezett két matematikussal, és a legnagyobb nevű népzenekutatókat, tehát Járdányi Pállal, Szabolcsi Bencével, Rajeszki Benyáminnal, és még sorolhatnám, Vargyas Lajossal. Született egy rendszer, ami állt egy nagy számítógépből, meg egy klaviatúrából, ez eddig még, ugye ma már nem csoda, de akkor azt is meg kellett csinálni. És volt egy olyan program, amelyik a klaviatúráról, a klaviatúrán bejátszott dallamokat kódolta, és valamilyen adatrögzítőre eltávolította. Ez a csapat nekiállt, és így módon digitalizáltak ennyi szlovák dallamot, ennyi franciát, ennyi szicíliait, epelecsi skót és ír telepeseknek a dallamait, aztán és bolgárt, 1040 bolgárt. És még ezen kívül sok mindent digitalizáltak, ide csak azokat az adatbázisokat írtam föl, amelyeket én használni merészelek, mert úgy gondolom, hogy elég vagyok ahhoz, hogy már reprezentatívnak tekintessük őket. És a munka csodálatosan elkezdődött, itt konferencia jött össze Budapesten, nemzetközi konferencia, hogy ezt megfelelják, hogy mint és mik az eredmények, de hát nyilvánvaló, hogy az akkori számítástechnika az nem volt elegendő ahhoz, hogy azokat az óriási kérdéseket, amiket ők már akkor föltettek, azokat meg lehessen válaszolni. Ugyanis ilyeneket kérdeztek, hogy van-e okság a zenében?
Tehát, hogyha hallunk egy zenei folyamatot, következtethetünk-e belőle, hogy hogyan fog folytatódni? Tudjuk-e jósolni? Vagy még hihetetlenebb kérdés, vagy a kérdés az ilyető, csak hogy gondolhatták azt, hogy ezt lehet választani, hogy zenei stílusok egymás utánja az levezethető a korábbiakból. Tehát, hogy mondjuk a klasszicizmus a barokk után következik, az következik-e a barokk zenéből magából? Hogy valami ilyesminek kell következni utána? És a többi, és a többi. Tehát remek kérdéseket fogalmaztak meg. A munka azonban néhány év után leállt, de ez a gyönyörű adatbázis ez megmaradt, és ezt én megkaptam, mondjuk nem is tudom hány éve, mondjuk 5 éve, egy floppy lemezen, arra is ráfért. Mert akkor már tudták, hogy én ezzel foglalkozom, ugyanis az én történetem meg az, hogy körülbelül 10 éve kigondoltam azt, hogy kéne írni egy olyan programot, amelyik nagy mennyiségű dallam között megtalálja a hasonlókat. És akkor az milyen hasznos lesz. És aztán ebből lett az a munka, amit most már mindjárt bemutatok. Tehát ez a, és először csak magyar adatbázissal, ezzel a bizonyossal, ami viszont a 90-es években készült, nagyon, nagyon gondosan és nagyon nagy tudományos igénnyel összeállított magyar műtal típus készlet. Tehát digitalizáltunk, akkor egy műtal keretében, ez a 2323 dala. Ez volt a kiindulás, és ami alatta van, az azóta termelődött hozzá, és még azóta is fejlődik ez az adatbázis, úgyhogy most éppen, ez még azt hiszem csak 15 népet mutat, most éppen 16-nál tartunk, annyit tudunk összehasonlítani, meglehetősen jó adatbázisok alapján. Azonban az adatbázisok igazából itt láthatóak. Ők egy megrajzolják Magyarország földrajzát valamilyen értelemben, nyilat mutatják, hogy nagyjából hova való. Itt középen ez a furuljázó alak, ő az egyetlen, aki nem pásztor, mert hogy ő zeneszerző kodályzott, tehát maradt volna egy kép, ahol furuljázik. Az összes többi az furuljás, mint tudás pásztor. És hogyha ha van kedvük, akkor mutatok egy pár példát. Hát Badacsonyi Lajos bácsi. Thank you.
Színbandi bácsi Szatmár Benyére meg így fogják. Hát szóval ők az adatbázis, vagy ők a valóság. Már az adat, a népdalgyűjtemény is már csak, tulajdonképpen csak modellezés, hát még akkor, ami most jön. Szóval ez nekem ez Magyarország egyébként, és ezt nem tagolják határok egyáltalán. Ő Pap András, őreülést, és ezek is most februári képek. Hát a három fontos dolog az életében, a furúja, az ének, meg a bárány, mert ő juhos gazda, családból származik, meg az apja is juhos gazda volt, azért tanult meg persze furújázni, mert kint volt az állatok mellett, és furúja, hogy ő hogy tudja a juhait vesztett pásztornak a nótáját.